Az Orbán Viktor utáni időszakra alkotott programot a Demokratikus Koalíció. Gyurcsány Ferenc ez év májusában kezdte hirdetni a párt terveit a jövőre nézve. A főpontokat a párt elnöke Sokak Magyarországa címmel gyűjtötte össze. A programot városunkban Varjú László alelnök ismertette. Az első és legfontosabb üzenet, merjetek demokraták lenni. Ez azt jelenti, hogy ma a mai magyar közéletnek az egyik legfontosabb hiányossága, hogy sokan megfélemlítve el kell, hogy némuljanak, és hallgassanak, és nem mondhatják el a véleményüket. Ez lehet, hogy azért történik, mert egyébként egy kicsit túl önkorlátozóak is vagyunk, de sok esetben tapasztaljuk azt, hogy a vállalkozót megfenyegetik azzal, hogyha egyébként elmehetsz menni egy ilyen rendezvényre, akkor szerződésed nem lesz. A véleményért mindenkinek szabadon ki kell állnia, folytatta a párt alelnöke. A Demokratikus Koalíció szerint továbbá a magyar ember számára itthon kell munkalehetőséget teremteni, hogy ne kelljen külföldre költöznie. Varjú László hangsúlyozta, a mai magyar minimálbér nem éri el ugyanis a létminimum értékét, a fizetéseket ezért sürgősen meg kell emelni. Ábrahám Tivadar a néhány nappal ezelőtt eladott Panta Aqua Zrt-vel kapcsolatban kifejtette, megalakulása óta a palackozó vállalat 260 millió forintos veszteséget termelt, ekkor vált nyilvánvalóvá az önkormányzat számára, hogy nincs elegendő tőke a működtetéshez. A befektető Panta Invest Kft. 500 000 forint alaptőkével rendelkezik, és a tulajdonosai azok az emberek, akik a Panta Aqua Zrt. Vezérigazgatói voltak, fogalmazott az önkormányzati képviselő. Ekkora mértékű közvagyon magán zsebekbe kerülhet felelősségre vonás nélkül. Tehát a DK azt mondja, hogy keressük meg ennek a felelősét. Ne menjünk el mellette. A felelősség kérdése ebben az esetben ugyanis felmerülhet, hívta fel a figyelmet Ábrahám Tivadar, majd hozzátette. A Demokratikus Koalíció tudni szeretné, hogy az önkormányzatot, a Panta Aqua Zrt-t, vagy valaki mást lehet-e felelősségre vonni a felhalmozódott veszteségért.